Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a legújabb Enigmában, és üdvözlöm a stúdióban Bányász Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját. Szervusz Péter! Szervusz, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket! A kibertér napjainkban egyre több ember számára valóságosabb, mint a valódi fizikai tér vagy terek. A virtuális térben a békés felhasználás mellett virágzik a kiberbűnözés, a kiberterrorizmus, sőt a kiberhadviselés is a közösségi média révén. Ma azt fogjuk megbeszélni, hogy mit jelent a kiberfenyegetettség, a kiberbűnözés, mire használható a darknet, és hogy hogyan lehet hadszíntérré alakítani akár az egész internetet. Ezek elég sötét témák és sötét fogalmak, és az előző adásunkban a múlt héten ezeket csak érintettük. A darknettel egy picit érintőlegesen foglalkoztunk már, mint a potenciális bűnözőknek a adásvételi helye, amellett természetesen ugye a szabadságnak is nagyon fontos szintere lehet, hiszen fel lehet használni a kapcsolattartásra, a kommunikációra, az információszerzésre, átadásra olyan országokban is, ahol mondjuk a diktatórikus berendezkedés jellemzi az országot. Például Kínáról beszéltünk, hogy milyen súlyos szabadságkorlátozásokra készül éppen a kínai állampárt, és hogy hogyan lehet ezt kijátszani bizonyos darknetes felületek segítségével, de azért amit jóra lehet használni, ezt az ember mindig tudja nagyon rosszra is használni. Ugye ezt ismerjük, gyakorlatilag az összes új médiaeszköz és technológiai eszköznek a sötét, rossz célú használata szinte azonnal követi a jó célú használatát, és így van ez a darknettel is. Közelítsünk egy kicsit a kiberbűnözésvel, illetve inkább azt mondom, hogy nézzünk egy nagyobb merítést. Mit jelent az, hogy kiberfenyegetettség, és milyen fajtái vannak a kiberkitettségnek, vagy internetes, vagy kibertérben való mozgásban a fenyegetettségeknek? Milyen fajtái vannak? Ugye maga a szakirodalom a kiberfenyegetettségeket alapvetően a motivációk alapján kategorizálja. Ez alapján beszélünk kiberbűnözésről, hacktivizmusról, kiberterrorizmusról, kiberkémkedésről, illetve kiberhadviselésről. Ezek különböző kategóriák és különböző módszereket alkalmaznak a céljaik megvalósítása érdekében, azonban az az érdekes, hogy nagyon gyakran kapcsolat van az egyes támadástípusok között, amiket egyébként hasonló motivációkkal hajtanak végre. Ugye, beszéljük először picit azokról, hogy mi mégis mit jelent ezek közül. Kiberbűnözés alatt olyan tevékenységet értünk, amellyel informatikai eszközöket használnak valamilyen anyagi haszonszerzés céljából. Ezek döntő többségében, ugye, mivel bűnözés, illegális tevékenységekhez kötődnek. Ezeknek a tárháza rendkívül széles. Vannak nagyon szép statisztikáink, amelyek a bejelentett kiberbiztonsági incidenseket vizsgálják motivációk szerint is. Ez alapján a kiberbűnözés az egyik legnagyobb számban valósul meg. Azért a bejelentett incidenseket használtam, mert nagyon sok kibertámadás nem kerül nyilvánosságra. Ennek számos oka lehet. Az egyik, nem tűnik föl senkinek, hogy megtámadtak. Nem tűnik föl, hogy feltörték a rendszerünket, hogy adatokat lopnak tőlünk, és egyszerűen nyilván akkor nem jelentjük. A másik része, föltörnek egy rendszert, mondjuk egy piaci szereplőt, de nem jelenti be, hiszen attól fél, hogyha őt egy kibertámadás érte, az neki óriási presztízsveszteséget fog jelenteni, és elpártolnak tőle az ügyfelei. Mondjuk egy bank esetében, azért ez elég komoly. Elmúlt hónapokban a kiberbűnözéssel kapcsolatos támadások, hát elég gyakran azért az összes támadás 2/3-áért felelnek. Vannak hónapok, amikor ez 80% fölött, 87-88%-a minden támadásnak, pontosabban a bejelentett támadásoknak a kiberbűnözés nevesíthető. Ezt úgy kell érteni, hogy,
hogy 10 bűncselekményből 8 a kibertérben zajlik, vagy köze van valami köze van az internethez? Nem, ez gyakorlatilag, amit a kibertérben támadást hajtanak végre, aha, ezeknek a döntő többsége kiberbűnözés céllal valósul meg. Uh-huh. Ugye nagyon, nagyon érdekes fogalom maga a kiberbűnözés, mint olyan, és nagyon nem mindegy, hogy használja az ember. Én azért is a kiberbűnözést szoktam így módon használni, mert a számítógépes bűnözés, informatikai bűnözés, ugye mind-mind valamilyes mértékben leszűkíti, így van. Tehát nem kell számítógép ahhoz, hogy valamilyen bűncselekményt a kibertér segítségével elkövessünk, elég mondjuk egy mobiltelefon, vagy mondjuk egy ATM-nek a feltűrése, az nem feltétlenül számítógéppel történik, valamilyen informatikai eszköz használatával. Az előző adásban volt szó a botnet hálózatoknak a működéséről, ugye ezeket is tudják használni különböző kiberbűnözéssel kapcsolatos támadásokra, ezekhez meg ismét nem számítógépek, ismét nem mondjuk mobiltelefonok alkalmasak, hanem informatikai eszközök. Tehát a kiberbűnözés, mint olyan számomra azért, tehát a kiber terminológiát használom rá, mert ez kiterjeszti azt a közeget, amit ugye felhasználnak a támadók. Aztán egy másik típus, ugye volt szó a hacktivizmusról. Ugye a hacktivizmust és a kiberterrorizmust egyébként elég gyakran egységesként kezelik, aminek az az oka, hogy mindkét fogalom esetében bizonyos azonosságokat találunk. Mind a két esetben kisebb, decentralizált csoportokról beszélhetünk, akik az általuk vallott ideológiának a minél nagyobb média nyilvánosságot szándékozó támadásokat követnek el. Viszont innentől el is válik a kettő. A hacktivisták azok ugye egy olyan fogalomhoz kötődnek, ugye magához a hacktivizmushoz, ami gyakorlatilag az információhoz való hozzáférést, az információk szabadságát egy nagyon fontos és előremutató vívmányként értékelik, ami egyébként én azt gondolom, hogy teljesen legitim és nagyon fontos dolog. Ugyanis az információ hatalom. Minél több információhoz fér hozzá akár a magánember, akár egy vállalkozás, akár egy állam, annak óriási értéke van. Viszont hogyha az információhoz csak egy kis csoport fér hozzá, és a saját érdekeiknek megfelelően használja föl azokat az információkat, akkor ott sok szempontból bizonyos deficit következik, mind gazdasági, mind demokratikus szempontból. Ugye a hacktivisták úgy gondolják, hogy ezekhez az információkhoz való hozzáférés, ez mindennél fontosabb. Ez azonban elkülönül az információk szempontjából. Ugye kutatóként nagyon fontos az, hogy én olyan publikációkat, olyan kutatásokat végezzek, amelyek felhasználják a legújabb tudományos eredményeket, és ezek alapján végezzem a saját kutatásaimat. Igen ám, de ez gyakorlatilag úgy működik, hogy vannak nagy kiadók, nagy szolgáltatók, akik az új tudományos eredményeket és a legidézettebb folyóiratokat egy igen komoly és igen drága fizetős adatbázisban teszik hozzáférhetővé. Hogyha egy intézménynek nincs megfelelő anyagi kerete, már pedig azért tudjuk nagyon jól, és nem csak Magyarországra levetítve, hanem globálisan, ugye akár egy zimbabwei, akár egy svájci, akár egy magyar, akár egy urugvái egyetemről beszélünk, hogyha nem engedheti meg magának, hogy hozzáférjen ezekhez az adatbázisokhoz, nem fogja megtudni, hogy mik azok az aktuális tudományos eredmények, mik a legfrissebb kutatások, óriási hátrányban marad a többi egyetemmel, többi kutatócsoporttal szemben. Márpedig úgy fog valaki kutatási pénzeket kapni, amivel ugye fejlődhet, fejlesztheti a kutatásait, ami lehetetlenné teszi számára a tudományos és idézőjelben így piaci versenyt.
Volt arra példa, és már sajnos az illető elhunyt jó pár évvel ezelőtt, egy MIT-n helyezkedett el az úriember, és kiszivárogtatott az MIT egyik fizetős adatbázisából rengeteg cikket. Ha jól emlékszem, 6 millió cikkről beszélünk. Pár napon belül egyébként lebukott, és eddig komoly rendőrségi eljárás indult ellene. 3,8 millió dolláros büntetésre akarták kötelezni, illetve 35 év letöltendő börtönbüntetésre. Végül öngyilkos lett, mert a vádalkut nem sikerült megkötni. És ő indította el például azt a fajta mozgalmat, ami a tudományos adatbázisokhoz való hozzáférést segítette volna elő. Ugye a kiáltványában azt hirdette meg, hogy töltsön le mindenki a fizetős tudományos adatbázisokból lehető legtöbb cikket, és hozza nyilvánosságra, amivel azt a fajta versenyelőnyt biztosítja, illetve segíti a nem szerencsés anyagi körülmények között levő kutatócsoportokat, egyetemeket, kutatókat. Ezt úgy kell érteni, hogy a hektivisták olyan szélsőséges demokraták, akiknek az a meggyőződésük, hogy az információ mindenkié, és nem lehet különbséget tenni az információ felhasználók között, mindenkinek joga van ugyanazokat az információkat elérni a világon? Tehát körülbelül ez az ideológia áll mögötte? Pontosan, és vannak nyilván azért az egyes hektivisták között is eltérő szélsőségek, mondjuk úgy. Ugye egy nagy csoportja úgy gondolja, és ez mondjuk a WikiLeaks esetéhez vezet, hogy az információhoz való hozzáférés sokkal fontosabb érték, mint mondjuk a nemzetbiztonsági érdek. Ugye tudjuk nagyon jól, a WikiLeaks az egy olyan információkat nyilvánosságra hozó oldal, ami 2000-es évek elejétől üzemel, hivatalosan disszidens kínai újságírók alapították, épp azért, hogy azoknak a jogsértéseknek biztosítson formát, amit mondjuk államok, nagy cégek követnek el, és az így módon megszerzett információkat a világgal tudassák. Aztán az évek során, mert először főleg afrikai, ázsiai korrupciós ügyekkel foglalkoztak, aztán a WikiLeaks az évek során, hogyhogy nem, az Amerikai Egyesült Államokat érintő kínos ügyeket hozott folyamatosan nyilvánosságra, és már akkor elkezdték beszélni, hogy vélhetően a WikiLeaks mögött az Egyesült Államok, mondjuk úgy, stratégiai ellenfelei állnak, akik ezt az oldalt használják föl az Egyesült Államok geopolitikai és egyéb gyengítésére. Van is egy vicc az elmúlt évekből, hogy míg a Wikipédiát bárki szerkesztheti, addig a WikiLeaks-et csak az FSB. Ugye ez főleg a 2016-os évre datálható, ugyanis rendkívül komoly szerepe volt a WikiLeaks-nek az éppen aktuális amerikai elnökválasztási kampányban, ahol többek között Hillary Clinton kiszivárogott e-mailjeivel, meg egyéb információkkal kapcsolatban kerültek nyilvánosságra olyan adatok, amik igen sokat ártottak a Clinton kampánynak. És azért is az FSB-t nevesíti a vicc, mert elég sok jel utal arra, hogy a WikiLeaks arca, ugye Julian Assange nevű úriember, egyébként ugye évek óta az ecuadori követségen bujkál a Londonban, ő nem azt mondom, és feltehetően egyébként ő nem az orosz befolyás alatt tevékenykedik, hanem inkább idegen zászló alatt vélhetően beszervezték, és ő azt a tevékenységet, amit végez, őszintén hisz abban, hogy tényleg ezeket nyilvánosságra kell hozni, mert hogy milyen fontos szerepe van a demokrácia megfelelő működésében. Csak aztán ugye sok minden kiderült, hogy a WikiLeaks-nek vannak egyébként az Oroszországhoz köthető jogsértésekről, meg egyéb nem feltétlenül tiszta ügyekről is információja, de valamiért azokat nem hozza nyilvánosságra. Aztán még vissza a hektivizmushoz. Ugye egy nagyon ismert alakja a hektivizmusnak, vagy a hektivistáknak, az az Anonymous nevű hektivista csoport. Ugye
ha valaki tényleg hektivizmusról beszél, és a médiában is, akkor mindig az Anonymous kerül elő. Maga az Anonymous csoport, az tényleg egy decentralizált társaság, nincs semmiféle kapcsolat az egyes sejtjei között, de azt kell látni, hogy nagyon sok esetben sokkal nagyobb a PR értékük, mint ami valódi tevékenység. Az Anonymous, az a 4chan nevű fórumhoz köthető, 2004-re vezetik vissza az ő megalakulásukat, és voltak egyébként nagyon komoly és fontos ügyeik. Ilyen például a Scientológia Egyházhoz kapcsolódó támadás, a különböző nagy pénzügyi szolgáltatók elleni támadásaik, de az utóbbi években hát háborút hirdettek az iszlám állam, a mexikai drogkartelek, meg sok egyéb minden ellen, de nem feltétlenül oly módon alakult az ő háborújuk, ahogy egyébként tervezték. Nagy igazságtevők szerepében tetszelektek, aztán, hogy mondani szokták, hogy bajuttak a hegyek, és egeret szültek a végén. Elmaradtak általában ezek a nagy történelmi, meg politikai igazságtételek, azt hiszem, amiket így ők van. Így beígértek. Így van. Ami nyilván nem feltétlenül az ő hibájuk, hiszen itt olyan komplex geopolitikai érdekekről, gazdasági érdekekről van szó, amit lelkes, ám bár fiatalként nem feltétlenül tudnak tenni ellene, hiszen azért nagyon nehéz az elit ellen harcolni, még hogyha az ember őszinte meggyőződésből is teszi. A rendszert legyőzni nagyon keveseknek sikerül, ha sikerül, akkor meg utána a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ők válnak azzá a rendszerré, ami egyébként folytatja ugyanazt, amit elkezdtek. Szóval ugye kiberbűnözésről, hektivizmusról. A következő lépés a kiberterrorizmus. A kiberterrorizmusnak a lényege, hogy az informatikai eszközöket használva végezzenek olyan támadást, ami gyakorlatilag ugye a terrorizmus kategóriájába esik. Hála a jó Istennek, még nincsenek igazi kiberterroristáink, tehát nincs meg az a technológiai humán képesség, amivel el tudnának követni egy olyan terrortámadást, ami informatikai eszközökkel valósul meg. Hogy egy példát mondjak erre, hogy a 4-es metrót vesszük alapul, tudjuk nagyon jól, hogy a 4-es metró önvezető, egy informatikai rendszer vezérli. Hogyha mondjuk képesek lennének a terroristák föltörni azt az informatikai rendszert, hozzáférni a 4-es metró irányításához, akkor ugye ott a lehetőség arra, hogy két szerevényt mondjuk csúcsidőbe egymásnak vezessenek, kisiklassák, bármi egyéb. Amikor említettem korábban azt, hogy ezek a különböző motivációkból fakadó támadások azért összefüggnek, és kapcsolatokat tudunk találni, ugye a Darkneten például a kiberbűnözők, tehát ugye rájöttek arra, hogy egyrészt nekünk vannak különböző képességeink, akkor ezt miért ne áruljuk? Ezáltal korábban is volt már nyilván a szolgáltatásszerű bűnözés, ami azt jelenti, hogy nekem van egy képességem, te valami tevékenységet végre akarsz hajtani, fizetsz nekem X összeget, én megteszem helyetted. Na most a Darkneten gyakorlatilag ez úgy működik, nyilván nem a teljes Darkneten, de vannak fórumok, amik ezt kielégítik. Lényegében 0-24 órás helpdeskkel segítik a kiberbűnözők az egyes bűncselekményeket, amiket el akarnak követni. Itt ugye megint széles skálán mozog, tehát hogyha szeretném megnézni a barátnőmnek a Facebook profilját, e-mailjeit, akármit, ugye, és nincs meg az a lehetőségem, meg nem értek hozzá, hogy feltörjem mondjuk a jelszavát, meg voltam annyira hülye, hogy nem lestem ki a válla mögött, amikor begépelte, akkor ezt könnyen megteszik. Nyilván, hogyha egy komolyabb bűncselekményről van szó, akkor ott azért komolyabb technikai támogatást is nyújtanak.
Ezt úgy kell érteni, hogy a Darknet mint egy tőzsde, vagy mint egy piac úgy működik, és akkor a szolgáltatásszerű bűnözés kereten belül egy adag, nem tudom, kiberkémkedés, egy darab profilfeltörés, ennyi és annyi, megvannak a szabott árak, és akkor gazdát cserélnek, mint a termékek tulajdonképpen a Darkneten, vagy a Deep Webben? Igen. Tehát adják, veszik ezeket a bűncselekményeket, hát mondjuk így, nem? Tehát erről van szó. Ugye, és amikor azt mondom, hogy hála jó Istennek, még nincsenek terroristáink, akik képesek a kiberteret felhasználni egy ilyen cselekmény végrehajtásáért, ettől függetlenül vannak terroristáink, akik használják az internetet. Ha csak az iszlám államra gondolunk, hogy milyen professzionális mértékben használták a közösségi médiát a propagandára, elképesztő lehetőségek nyílnak. Hiszen a propagandának a célja a terrorizmus esetében nem csak az, hogy azt mutassák, hogy ők a legnagyobb terrorista csoport, akit még nem holdott föld a hátán, viszont ez lehetőséget teremt támogatóknak a toborzására, új tagoknak a belépésére. Ugye nem véletlenül, hogy a 2014-15 körül több ezer 10 éves ment Nyugat-Európából az iszlám állam soraiba harcolni, Szíriába, Irakba. Mert olyan internetes propagandát láttak YouTube-on, Twitteren, Facebookon és egyéb csatornákon, ami meggyőzte őket, hogy a dzsihádnál nincs menőbb. Az volt az óriási előnye az iszlám államnak, ugye az iszlám államról tudni kell, hogy az Al-Qaidából tették ki őket túlzott erőszakosság miatt. Ez azért azt hiszem, azért valamelyest leírja, hogy milyen szervezetről beszélünk. Ezt be is mutatták egyébként számos videóban, sajnos. Így és van. Ugye, amit te nem említettél, hogy főleg az európai, illetve nyugati közönség és közvélemény megrettentése, megfélemlítése is nyilván az elsődleges céljai között szerepelt, és ezt legalábbis részben, vagy egészben sikerült elérniük, hiszen számos szinte egyenesben közvetített kivégzéses videót, lefejezéseket, élveelégetéseket, kivégzéseket közvetítettek folyamatosan és rendszeresen. És itt jött a minőségi ugrás, mindezt HD minőségben, filmes vágási technikákkal, hashtaggel ellátva, hogy a közösségi média még inkább fusson. És ugye, mivel az Al-Qaidából váltak ki, ugye elég megnézni az Al-Qaida propagandáját. Ugye milyen volt az? Barlangban, rendkívül rossz minőség mellett, videókazettán gyakorlatilag... 80-as évek technológiáját használták, ilyen szemcsés, alig látható, alig felismerhető, mint hogy a VHS kazettára vették volna föl a... Így van, mindez arab nyelven, de angol felirattal. Na most az iszlám állam ezt teljesen másként csinálta. Tele van az internet egyébként... ezekkel mai napig egyébként elérhető óra hosszúságú propaganda videókkal, ami GoPro kameráktól kezdve tényleg olyan HD minőségben és filmes vágásokkal zajlik, és angolul beszélnek benne, és a felirat arabul zajlik, ugye, tehát ez azért nagy váltás a kettő között megint csak. Tehát magyarán ők a abszolút up-to-date-ek, a legmodernebb high-tech-et használják tudatosan, és az angol nyelvű közösséget, elsősorban angol száz országokat gondolom, Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, Kanadát szólítják meg, illetve Franciaországot. Illetve az angolul beszélő világközösséget, és mellesleg arabul feliratoznak. Igen, annyira professzionális egyébként. Egyes információk szerint, aki egyébként az egész stratégiát kidolgozta, egy amerikai szír kettős állampolgár, az Egyesült Államokban tanult informatikát, és tényleg a legup-to-date-ebben használta ezeket az eszközöket. Ugye amikor elraboltak egy újságírót és lefejezték, ezekről kikerültek a videók Twitter és egyéb helyekre, akkor elkezdték szűrni a nagy közösségi oldalak az iszlám államhoz köthető profilokat. Akkor kitalálták, jó, csináljunk egy internet vagy egy mobiltelefonra letölthető alkalmazást. Ez a Nyugat Hajnala néven futott, Google Play áruházból szabadon letölthető volt sokáig. És ugye amikor szó volt korábban az internetes, illetve a okos eszközökre optimalizált készülékekről,
ugye valamilyen engedélyeket adunk mindegyiknek a használatáért. Ez az alkalmazás azt az engedélyt kérte, hogy a használó nevében különböző propaganda termékeket az általa birtokolt és használt közösségi oldalakon az ő nevében posztoljanak. És innentől kezdve ugye lényegében kiirtatatlanná vált, vagy nagyon megnehezítette a profilok szűrését, hiszen automatikusan a támogatók, amit az iszlám állam hivatalosan, és megint ez a lényeg, hivatalosan létrehozott, utána ez ment a közösség oldalakon. És azért a hivatalost mondom, mert miután kivégezték ezt az újságírót, pár héttel később volt egy hasonló eset, ott megint lefejeztek egy újságírót, ez megint kiment a közösségi médiába, csak előbb, mint ahogy tervezték. És utána elnézést kértek a követítő, hogy ezt még nem kellett volna posztolni, ekkor és ekkor lett volna a nagyobb hatás érdekében az ideje, és bocs, ezt elszúrtuk. Tehát, hogy ennyire tudatosan és ismerve a közösségi oldalaknak a működését, a modern technológiát, ezeknek a hatását, ugye nagyon sok fiatalt toboroztak, mert megtalálták azt, hogy hát mitől lesz szexi a dzsihád. És megkeresték azokat a fórumokat. Ugye egy nagyon népszerű játék a GTA 5 nevű játék, azért gyanítom, hogy a csatorna nézőinek nagyon nem kell bemutatni, de nagyon röviden, ha valaki nem ismerné. Ez egy olyan játék, gyakorlatilag van egy nyílt világ, és valamilyen bűnöző karriert lehet benne véghez vinni. Egyébként nagyon népszerű játékaik vannak. Én is, tehát nekem is az egyik kedvencem egyébként a GTA. És van egy olyan lehetőség benne, hogy fejlesztők gyárthatnak mindenféle plusz ruhákat, eszközöket, fegyvereket, autókat és minden egyebet, amilyen módon akarja. Van ennek egy online része is, ahol gyakorlatilag filmes technikával lehet szintén kis klippeket csinálni. Azt csinálták, ugye tényleg rendkívül népszerű maga a játék, és az iszlám államos zászlókat, iszlám államos ruhákat, fegyvereket, egyebeket készítettek, és különböző kivégzéseket, különböző iszlám állam propagandájába beillő kisfilmeket csináltak, és tere volt ezzel a YouTube. És ugye azt mondták, hát otthon azzal játszol, hogy embereket lősz le, meg bankot rabolsz, meg mit tudom én, mi is ezt csináljuk, csak az valóságban csatlakoz hozzánk. És megtalálták azokat az azonosulási pontokat, és ez nagyon fontos, amivel ugye oly sok toborzót és ugye oly sok követőt szereztek maguknak. És itt jön be megint az a rész, hogyha elég támogatót tudnak szerezni, akik egyébként anyagilag utána igen komoly utalásokat tesznek a szervezetnek, akkor mondjuk, hogyha egy olyan komplex kibertámadást szeretnének elkövetni, amire egyébként nincs meg az anyagi fedezet, de ezzel mondjuk meg tudják vásárolni azt a szolgáltatást, akkor elég komoly problémákba fogunk ütközni azért a közeljövőben. És akkor itt tulajdonképpen már logikusan el is jutunk az internetes hadviselés, vagy a kiber hadviselés témaköréhez. Mit jelent az, hogy komplex támadás, komplex kiber támadás, illetve a hadviselésben milyen példák vannak arra, mikor vetették be először igazolható módon az információtechnológiai eszközöket, a kiberteret, az internetet arra, hogy konkrét katonai célpontok ellen támadást intézzenek. Ugye a kiberhadviselés fogalma azt írja le, amikor valamilyen jellegű informatikai eszközöket használnak egy valamilyen fegyveres konfliktus támogatására, vagy ha nem is egy konvencionális hadviselés. Ugye a konvencionális hadviselés alatt azt értjük, a klasszikus hadviselés, amikor nem tudom, harckocsik, tüzérek, légierő, haditengerészetet, akármit vetnek be, ugye ez valamelyik hadviselési dimenzióban zajlik. Ugye a kiber hadviselésnek a célja többes lehet. Ugye egyrészt egy nagyon fontos elemét jelentik a kritikus infrastruktúrák elleni támadások. Kritikus infrastruktúrák alatt
azokat az infrastruktúrális elemeket kell érteni, amelyeknek a kiesése, szüneteltetése rendkívül komoly hatással van az államok biztonságára, gazdaságára, az állampolgárok biztonságára levetítve. Ugye vannak megfelelő jogszabályok, amik deklarálják, hogy mit nevezünk kritikus infrastruktúrának, mik kapcsolódnak ebbe a körbe. Ugye ilyen az energiaellátás, az internet, a közlekedés, a bankrendszer, a vízszolgáltatás, az oktatás, meg jó néhány ilyen dolog. Ugye mindegyiknek a közös jellemzője, hogy kötődik az internetre. Mindegyik valamilyen infokommunikációs technológiát használ fel, ugye, és innentől kezdve megnyílik a lehetőség arra, hogy ezeket a célpontokat az interneten keresztül támadják. Az előző adásban volt már szó a 2007-es észtországi eseményekről, de csak nagyon röviden érintettük ezt a kérdést. Észtországot majd egy hónapon keresztül érte ez a túlterjeszes támadás, amit most nem ismételnék el, hogy mi a túlterjeszes támadás, hogyha nem gond, de hogyha gondolod, akkor... Azt hiszem, hogy emlékeznek erre a nézők, és nagyon szemléletesen fejtetted ki akkor, úgyhogy ez... Azt hiszem, hogy eléggé benne maradt. Ráadásul ez viszonylag közismert, ugye ez ugye szervereket ugye túlterhelés éri, akár még jó hiszeműen is történhet ilyen. Ugye 2018-as magyar parlamenti választások idején ugye a szavazatszámláló bizottságnak a szervere túlterhelés miatt fölmondta a szolgálatot. Tehát ez mindenfajta rossz hiszeműség nélkül is előfordulhat egyébként. Pontosan. Ugye Észtország azért volt ennyire kitett a ilyen jellegű támadással szemben, mert rendkívül fejlett az állam infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos ellátottsága. Tehát ott az elközigazgatás, ugye maga a választás is interneten keresztül zajlik, tehát rendkívül komolyan kiépítették ezzel kapcsolatos infrastruktúrát. Viszont ez egy nagy függőséget is jelent nyilván, vagy kiszolgáltatottságot, egy kitettséget jelent. Óriási kiszolgáltatottságot jelent. És ahogy egyébként a támadást követően az egyik ész miniszter fogalmazta, Észtországot a digitális kőkorszakba pombázták vissza. Óriási gazdasági károkat okozott Észtországnak naponta több millió dolláros kárt, hiszen nem volt bankrendszer, nem volt kormányzat, semmi nem működött. Ugye az is érdekes, Észtország a NATO tagja. Van egy ugye mindenki által ismert rész az 5. cikkely a NATO-ban, miszerint egy NATO tagállamot ért támadás, az kiváltja a kollektív védelemnek az elvét, vagyis ha Magyarországot megtámadják, akkor a NATO tagállamok megvédik. Na most 2007-ben egyszerűen nem lehetett tudni, hogy most ért egy kibertámadás egy NATO tagállamot, és mit kezdjünk ezzel? Ugye Oroszországot sejtették emögött, de 178 országból érkeztek azok a lekérések, ugye, amik végül a rendszerek leállásához vezetett, tehát amikor köztük magyarországi gépekről is, tehát amikor 178 országból detektálják a támadásokat, akkor ugye hogyan lehet bizonyítani, hogy mondjuk Oroszország volt? Azzal érveltek egyébként, hogy egy orosz kormányzati épületből is indultak gépek, de hát lehet, hogy ez a portásnak a gépe volt, aki egyébként kitöltött egy olyan alkalmazást, vagy rákattintott valamire, amivel megfertőzte a gépet, és innentől kezdve ugye annak a botnet hálózatnak volt a része. Mivel nagyon nehéz bizonyítani, hogy ki áll egy kibertámadás mögött, így értelemszerűen akkor is rendkívül óvatosan kezelték a NATO, illetve az egyes tagállamok politikai vezetői. És elindult egy folyamat annak a kidolgozására, hogyha egy kibertámadás ér egy országot, és ennek a célja a hadviseléssel függ össze, akkor hogy is lépjünk fel ellene? Elkezdte kidolgozni mindenféle ajánlásokat, az egyik leghíresebb ilyen az úgynevezett Tallini kézikönyv, ami NATO felkérésre különböző szakértők vizsgáltak meg, és azt próbálják értelmezni,
hogy a régi klasszikus genfi és egyéb egyezményeket hogyan lehet átültetni a kibertérbe, és mikor válik azzá, hogy engem megtámadtak, akkor a jogos védelem elve alapján én arra reagálhatok, akár katonai erővel is. Ugye ezek csak ajánlások, nem részesei a nemzetközi jognak, tehát hogyha mondjuk ma történne egy hasonló cselekedet, azért ott megint megindulna a polemizálás. Hát elnézést, de pár évvel ezelőtt történt is, ha jól emlékszem, 2011-ben támadta meg feltehetően ugye Izrael a natanzi erőművet, ugye az urándúsítót Iránban, és egyesek szerint 5 vagy 6 évvel visszavetették ugye a kutatások, illetve hát a feltételezett fegyverkezésnek a szintjét ezekkel a kibertámadásokkal. Pontosan. Illetve hát az egyes feltevések szerint Izrael és az Amerikai Egyesült Államok egy közös művelete volt mindez. Egyébként egy rendkívül zseniális, alapos és mindenre kiterjedő titkosszolgálati művelet volt mindez. Ugye az volt a lényege, azt feltételezzük, hogy egy nukleáris erőmű, egy nukleáris üzem nem támadható az interneten keresztül, hiszen nincs a hálózatra kötve. Így van, biztos titkos saját belső hálózatot használnak feltételezhető módon. Ami egyébként igaz is. Csak hogy az volt a feltevése a támadóknak, hogy lesz egy olyan dolgozó, és akkor megint kicsit az előző adás témájához, a social engineeringhez térjünk vissza, aki nem foglalkozik a biztonsági előírásokkal, egy otthoni pendrive-ot be fog vinni a munkahelyére, ezt be fogja dugni. Ennek az érdekében megfertőzték a teljes Közel-Keletet ezzel a Stuxnet nevű vírussal, amit ugye később neveztek nyilván el így módon. És azért is mondtam, hogy egy rendkívül alapos és zseniális akció volt, ugyanis rengeteg olyan sérülékenységet, rengeteg olyan információt dolgozott fel, ami csak a natanzi erőműbe volt érvényes. Ugye olyan a Siemenshez köthető SCADA rendszereket, vagy illetve SCADA rendszerek sebezhetőségét használtak ki többek között, ami ilyen ipari irányító rendszerekből a térségben több üzemben is használtak, nyilván nem nukleáris üzemekben, de maga a vírus felismerte, hogy a natanzi erőműben van. Véletlenül azokat is megfertőzte, mert véletlenül meg is találták a Stuxnetet azoknál az ipari létesítményekben is, de ott nem fejtette ki a hatását. Ugye, amiket tudtak többek között, és itt a sérülékenységekről van szó, egy elképesztően értékes piacát jelentik a kibertámadásoknak az úgynevezett nulladik napi sérülékenységek. Ezek a nulladik napi sérülékenységek olyan sérülékenységek, hogy ez a kis szóismétlés a lényeg, elnézést kérek miatta, amelyek akár hardware-re, akár szoftverre működnek, de még a fejlesztők sem tudják, hogy létezik ez a hiba, és mivel a fejlesztők nem tudják, hogy létezik az a hiba, csak a támadók, ezért amíg nem javítják ki a támadók, akik felfedezték ezt a fajta sérülékenységet, hát nagyon sok mindent meg tudnak tenni. Ennek elképesztő piaca van. Ugye egy sérülékenységnek a tesztelésére ugye azért elég nagy pénzeket fektetnek azért mind a nemzetbiztonsági szolgálatok, mind a kiberbűnözők, hogy így módon férjenek hozzá az egyes rendszerekhez. Az egyik ilyen, és a Stuxnet esetében használt sérülékenység az volt, amit talán mindenki tapasztal, ám bár nem feltétlenül tudja, hogy ez ide vezet vissza. A Windows rendszereknek volt egy olyan hibája, hogyha csatlakoztattak valamilyen külső adathordozót, akkor automatikusan futtatott rajta egy kis kódot. Ez a kis kód indította el magának a Stuxnetnek a működését. Ugye ezt még a Microsoftnál sem tudták nyilvánvalóan, hogy van ez a sebezhetőség. Ugye végül ez lett a egyik ilyen javítás rá, hogyha csatlakoztatunk valamilyen külső adathordozót a számítógépünkhöz, de egyébként nyilván a telefonok döntő többségénél is működik ez a funkció,
akkor följön egy kis ablak, hogy mit szeretnék tenni, igen. És ugye tiltja azt a fajta automatikus futtatást, ami korábban ezeknek a rendszereknek a jellemzője volt. Egy kis érdekesség, ugye volt szó már a WannaCry vírusról is, ez is gyakorlatilag az NSA által használt sérülékenységből indult, és ugye miután kiszivárgott ez a fajta sebezhetőség, akkor használták föl a zsaroló vírusoknak az elterjesztésére. Viszont az is óriási probléma, és a WannaCry esetében is ez volt a fő gond, mert ugye ahhoz, hogy egy sérülékenységet felfedezzünk, rengeteg erőforrás, rengeteg pénz, óriási tudás. Sokkal jobban megéri azt, hogy vannak ismert sérülékenységek, és akkor megint az emberi tényezőre alapoznak a támadók, a gyártók fölfedezik a sebezhetőséget, kiadnak rá egy hibajavítást, a felhasználó telepíti, és befoltozza ezt a sebezhetőséget. Ez az optimális. De sajnálatos módon az emberek döntő többsége nem frissíti a szoftvereit, nem frissíti az eszközeit. Innentől kezdve hiába ismert egy sérülékenység, ha én nem foltozom be, akkor azon keresztül ugyanúgy támadható leszek. A WannaCry zsaroló vírus esetében pont ez volt. Kiderült ez a fajta információ, bejárta egyébként a világ sajtót, kiadták rá a frissítéseket, és nem telepítették az emberek. Tehát nagyjából 3-4 hónap volt aközött, hogy ez az egész információ nyilvánosságra került, de mégis elképesztő mértékben is nagyon komoly rendszereket, tehát a brit egészségügyi rendszereket, még magyarországi telekommunikációs hálózatokat és egyebeket érintett ez a fajta zsaroló vírus, tehát azért láthatjuk, hogy mennyire nem frissítették a nem csak a mezei állampolgárok, hanem a vállalatok, kormányzati intézmények sem a rendszereiket. Az elmúlt években nagyjából 4-5 tehát éves szinten 4-5 új sérülékenység, dulajtapi sérülékenységről volt tudomásunk. Aztán nem olyan rég, az előző évben ismét a WikiLeaks kiszivárogtatott a CIA kiberképességeiről különböző dolgokat, és ott 250 fölött volt azoknak a dulajtapi sérülékenységeknek a száma, amit az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok ismertek. A nulladik napi sérülékenység alatt azt kell érteni, hogy amíg föláll a védelmi rendszer, amíg sikerül befoltozni a lyukat, amíg sikerül ellentámadást indítani, vagy fölállítani újra a védelmet, addig gyakorlatilag szinte 100%-osan védtelenné válik a rendszer? Hát 100%-os támadással szemben? Ez nyilván a nulladik napi sérülékenység típusától függ. Azért nulladik napi, mert csak a támadó tudja, hogy van az a sebezhetőség. Uh-huh. Nem tudja a fejlesztő, nem tudja a gyártó, senki. Amint nyilván ez ismerté válik, és elkezdenek elképesztő sebességgel dolgozni mondjuk ennek a hibának a javításán, akkor még azért ketyeg az óra, hogy használják. Oh, az általad felhozott példák, például az észtországi túlterheléses támadás, vagy az iráni, vagy az én általam említett iráni atomerőmű elleni támadás, az már tekinthető létfontosságú rendszerek elleni komplex kiber támadásnak, vagy kiber hadviselésnek? Komplexnek abszolút, és különösen a natanzi erőművel kapcsolatban, hiszen ugye hát mitől komplex, hogy számos összetevő eleme van, számos egymásra épülő lépés vezet el egy adott eredményhez. Na de a kibertámadás, amikor egy komplex kibertámadásról beszélünk, ott azért sokkal több elemet be tudunk hozni. Ugye kollégáim írtak nagyon izgalmas és a témával foglalkozó tanulmányokat, ezt, hogyha a nézők érdekli, és bővebben el szeretnék az ismereteket mélyíteni ezzel kapcsolatban, akkor a digitális Mohács néven rá tudnak keresni, ezek ingyenesen elérhető felületeken jelentek meg, és gyakorlatilag azt veszik alapul, hogy mi módon lehet egy komplex kibertámadást elkövetni, hát ugye a tanulmányban Magyarország ellen, és ezeknek egy nagy része nyilvánosan elérhető információgyűjtéssel kezdődik. Ugye egy komplex kibertámadás esetén azért sok mindent lehet végezni, mind a fizikai, mind pedig a kognitív dimenzióban. Ugye beszéltünk korábban az álhírek szerepéről.
Nagyon komoly szerepe lehet egyébként egy komplex kibertámadásban az álhíreknek, hiszen ha elkezdődik egy olyan álhírnek a terjesztése és a virális tartalommá zajló része, akkor elég komoly szerepe lehet mondjuk a pánikkeltésben. Hogyha arról szólnak a hírek, hogy le fog állni az elektromos rendszer, és egyébként teljes mértékben megbénítjuk az ország gazdaságát, emiatt nem lesz internet, nem lesz közbiztonság, hiszen hogyha nem tudjuk hívni telefonon a rendőröket, és ezt ugye nyilván kihasználják azért általában ilyen esetekben a kevésbé jóhiszemű emberek, akkor azért pánik tud kialakulni. Hogyha ezt követően erre ráépül egy valódi kibertámadás, mondjuk tényleg lebénítanak egy kritikus infrastruktúrát, akkor mondjuk az áramszolgáltató rendszer, mondjuk az áramszolgáltató, ami a legérzékenyebb, mert azzal minden összefüggésben van. Így van. Az internet szolgáltatás is. Pontosan. Akkor ugye már az előzőleg kiépített pánikot és szándékosan gerjesztett pánikot, ugye ezzel ötvözik, akkor annak azért elég komoly hatása van. És hogyha egy külső szereplőnek, mondjuk egy idegen államnak épp az a célja, valamilyen politikai tevékenységre vegyen rá egy másik országot, akkor ugye ezzel meg tudja tenni azokat a lépéseket, amivel utal rá, vagy akár nyilván nem a médián keresztül, hanem háttér beszélgetésekkel, hogy hát, hogyha szeretnétek, hogy ez változon, akkor mondjuk ezt és ezt tegyétek meg nekünk cserébe. Ugye a komplex kibertámadásoknál egyébként megint csak a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányt kell fölhozni, ugyanis az is rendkívül komplex módon zajlott. Egyrészt voltak olyan támadások, amelyekkel behatoltak rendszerekbe, információkat gyűjtöttek az egyes politikai szereplőkről, utána ugye felhasználva a hektivistákat, a Wikileaks-et, kiszivárogtatták ezeket a híreket, és így módon növelték ugye azt a fajta hát bizalomvesztést, illetve egyéb nem feltétlenül pozitív érzelmeket, amiket mondjuk a Hillary Clintonhoz kötöttek az amerikai választók. Ugye itt az is izgalmas tud lenni, hogyha valódi hírekhez, valódi információkhoz csempészünk be azért hamis tartalmakat is. Hiszen ugye látjuk, hogy a döntő többsége ezeknek az információknak igaz, és abban a csokorban vannak olyan hírek is, amik egyébként abszolút mellőzik a valóságot, azt is el fogjuk hinni. Miért ne hinnénk el? Ugye minden nagy hazugságnak a jelentős része az igazságon alapul, és az igaz a hozzá kapcsolódó híreknek, információknak a nagy része. Tehát leghatékonyabban hazudni nem nyílt és 100%-os teljes hazugságokkal lehet, hanem féligazságokkal, keveréssel, tévhírekkel, megtévesztéssel tulajdonképpen. Mindig az igazság állarcában vagy mézes madzagjával lehet a nagy hazugságokat eladni. Valami. Így van. Akkor ugye hozzá kapcsolódott a különböző álhíreknek a terjesztése. Ugye az álhírek terjesztésének nem csak az a lényege, hogy valakiről elhitessük, hogy gyíkemberek irányítják, ha már az előző adásban gyíkemberekként hivatkoztam, akkor az is fontos szerepe lehet, hogy alapvetően a hírekkel kapcsolatos igazságérzetet magával az állami kommunikációba vetett hitnek az értékét rombolja. Ha ez is hazugság, akkor mibe higgyek? Minek van értéke? Tehát a dezinformációnak, a dezintegritásnak a megteremtése is egy fontos célja a különböző álhíreknek. Tehát behatoltak rendszerekbe, a hektivistákat felhasználva elértek különböző, hát nem csak álhíreket, de a információ nyilvánosságra hozatalával is ugye komoly hatásuk volt, illetve megpróbáltak olyan kibertámadásokat is elkövetni, amelyekkel például behatoljanak ugye az Egyesült Államokban is a választások nagy része egyébként elektronikus választás szerint zajlik. Nyilván nem az interneten keresztül, mint mondjuk az Észtország esetében láttuk, hanem
olyan a választó körzetekben gyakorlatilag informatikai eszközökön keresztül, nem papíralapon szavaznak az állampolgárok, mint ugye, hogy mi is tettük. És megpróbáltak behatolni ezekbe az informatikai rendszerekbe is, hogy adott esetben, hogyha ha szükséges, akkor hát az eredményeken módosítsanak. Ez elméletileg nem valósult meg, de ugye a kibertámadásokról, ahogy korábban volt, hogy a bejelentett kibertámadások esetében, amikről tudjuk, hogy megtámadtak, amiről nem tudjuk, hogy megtámadtak, ott ez nem fog kiderülni. Van-e egy egyszerű privát felhasználónak, aki különösképpen nem is képzett az informatikában, lehet, hogy nem is annyira érdekli, tényleg csak felhasználóként van jelen a social médiában, és felhasználóként alkalmazza a különféle internetes, illetve high-tech és okos mobil eszközöket. Van-e arra lehetősége tehát egy átlag usernek, hogy tudomást szerezzen arról, hogy például a szolgáltatók hol tárolják az ő érzékeny személyes adatait, fájljait, dokumentumait, információit, tehát mondjuk a felhőre gondolok, vagy a big datára, hogy erre nekünk van ráhatásunk, rálátásunk, egyetlen információnk van erről? Van, illetve lehet erről információnk. Ugye az államok megegyezhetnek a különböző szolgáltatókkal, hogy az ő adataikat hol tartsák. Az Európai Unió adatvédelmi szempontból, és nem csak a május 25-től hatályos általános európai adatvédelmi rendelet kapcsán volt sokkal szigorúbb, mint mondjuk az Egyesült Államok ilyen jellegű gyakorlata, de ugye a GDPR pláne jelentős szigorítást jelentett. Ugye meghatározták, hogy az európai felhasználók adatait olyan szerver parkokban kell tárolni, ami az Európai Unió területén helyezkedik el, és azt a fajta jogi garanciát kell érvényesíteni, ami az európai jogszabályoknak felel meg. Ugye Magyarország esetében, és itt az államigazgatásra, a közigazgatásra gondolok, ugye a felhőben való tárolás egyébként egy nagyon hasznos dolog meglátásom szerint a felhő, hiszen mondjuk adott esetben a zsarolóvírusok ellen is egy egész jó védelmet jelent, de mivel a felhő szolgáltatók ki tudja, hogy milyen törvényi vagy nem törvényi garanciáknak megfelelően kezelik az adatainkat, ugye ez a korábban említett Snowden ügy esetében, hogy azt is tudtuk nagyon jól, hogy hozzáférnek a nemzetbiztonság, tehát az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok az ilyen felhőkben tárolt információkhoz, adatokhoz. Tehát rendkívül kényes dolog az, hogy milyen adatokat tárolunk a felhőben. Ugye van is egy igen szigorú szabályozása a magyar jogban, hogy a nemzeti adatvagyon körébe tartozó adatokat nyilvánvalóan megfelelő módon lehet tárolni, és hogy milyen felhőszolgáltatókból használhatjuk mindezt, ugye nem nagyon felelnek meg a egyes szolgáltatók. Illetve van egy szolgáltató, ami 99%-ban megfelel ezeknek az európai elvárásoknak. Németországban üzemelteti azt a szerverparkot, ahol teljes mértékben az Európa és a szigorú európai szabályoknak megfelelően őrzik az adatainkat. De ugye nyilván bizalom kérdése, hogy ennek megfelelően tényleg védettek-e úgy az adataink, és nem férnek hozzá mondjuk nemzetbiztonsági szolgálatok, mint mondjuk egy adott Egyesült Államokban tárolt szerverparkban. De ez mind a bizalom kérdése, én azt gondolom. Hát hogyan épülhetne föl a bizalom egy mezei userben, hogy megint ezt a kifejezést használjam, ami nyilván mondjuk a 2 milliárd Facebook felhasználó és profillal rendelkező, vagy regisztrált felhasználó nagy részére igaz, ha még ha hihetünk Mark Zuckerberg tanúvallomásának, ha még a tulajdonos adatait is sikerült eltulajdonítani, és az ő profilját is vélhetően sikerült feltörni. Tehát így azért nagyon nehéz bizalmat szavazni,
Tehát nagyon gyakran a legtöbb ember azt hiszem, hogy azt a metódus használja, hogy egyszerűen homokba dugja a fejét, nem foglalkozik vele, nem érdekli, egyszerűen használja, és akkor ez az én túl kis hal vagyok ahhoz, hogy bárkinek is fontos vagy érdekes legyek, ezzel megnyugtatja a lelkét, és nagyjából semmit nem tesz a saját személyes adatainak a biztonsági érdekében, és a saját személyes információit nem védi valójában. Megválaszoltad a kérdést, pont ezt akartam én is mondani, hogy mivel tehát alapból föl sem merül sajnos az átlag felhasználókban, mert hát én miért vagyok érdekes, engem miért akarnának megtámadni, mit kezdenek az én adataimmal. Innentől kezdve nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. De ezek szerint túl sok mindent nem is tehetünk, mint ahogy ez most kiderült az előző adásból, illetve ebben az adásban is, hiszen nagyon sokszor azt sem vehetjük észre, hogy megtámadtak bennünket. Tehát annyira fölöttünk zajlanak már ugye ezek a rendszerek, és a kibertérnek a törvényszerűségei, ráadásul olyan dinamikával változnak az algoritmusok, hogy maximum bízhatunk benne, illetve hát természetesen van néhány a biztonsági beállítás, amit tegyünk meg mindenképpen, főleg ugye a közösségi médiában, de azon kívül marad a remény, körülbelül ezt szűrtem le magamnak a veled való beszélgetések során. Igen, és itt az algoritmusok egyébként még egy izgalmas része, mert nem tudjuk, hogy működnek. Tehát ezek nem nyilvánosak, folyamatosan változtatják, egyre több mesterséges intelligenciát engednek rá, és ez még inkább új kihívásokat. Nem, hogy a magánemberek, hanem még az állami szervek számára is követhetetlen és átláthatatlan nagyon sok esetben, ezért próbálnak ugye szigorú adatvédelmi szabályozásokat bevezetni. Lejárt a műsoridőnk sajnos, úgyhogy ennek itt véget kell vetnünk. Nagyon köszönöm, Péter, ezt a rendkívül hasznos és informatív beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig természetesen köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten, és újabb izgalmas témákkal fogjuk várni önöket. A viszontlátásra!